Üdvözlök mindenkit, NecroCream vagyok. Jöjjön még egy kis Battlefield 1. Beszélgessünk egy kicsit a, a repülésről, Úgy érzem, hogy ez egy olyan szegmense a játéknak, amivel érdemes foglalkozni, és beszéltem én is egy kicsit a repülőben. Nem vagyok valami ügyes repülős, viszont ebben a játékban nagyon hangulatos, azt, azt meg kell hagyni, és szeretnék egy kicsit erről beszélni, egy kicsit arról, hogy milyen szerepe van most azért a repülőzésnek ebben a Battlefieldben és ugye azt el lehet mondani, BF4-be BF3-ba ha valaki beült a repülőbe, és ez egy ügyes pilóta volt, nem úgy, mint én, akkor az igencsak dominálni tudta a pályát, és mint a földön, mint a levegőben nagyban elő tudta segíteni a csapatának az erőlehaladását. Viszont ugye Battlefield 1-ben megváltozott már egy kicsit például a conquest, ugye nem a killek fogják adni a visszaszámlálást a pontokban, hanem ez már teljesen független attól, és ezáltal mondjuk a repülők, Ebből a szempontból Battlefield egyben már teljesen kiesnek abból a szerepből, hogy hozzá tegyenek a játéknak a, az előrehaladásához. Nem tudom, hogy ti mit gondoltok erről, vagy hogy látjátok ezt. Azt kell mondjam viszont, hogy a levegőben iszonyatosan hangulatos velük repülni, iszonyatosan jó velük repülni. A Bat Star Wars Battlefrontos irányítást kaptuk meg, szóval nem a Battlefield 4-eset, azoknak, akik kíváncsiak rá ebből a szempontból szerintem, nem a Battlefield 4-es repülés irányítása van, hanem a, inkább a Star Wars Battlefrontos, ami egy kicsit jobban hangsúlyt helyez az egérre, és annak irányítására viszonylag kényelmes, ám van itt egy nagyon-nagyon Uh, jó dolog. Tehát mindegyik repülőfajtában jó ülni, van olyan, ami mozgékonyabb, van olyan, ami kevésbé uh, mozgékonyabb, viszont az el kell árulni, uh, hogy még a kevésbé profik is, mint én, így repülőbe, azoknak is nagyon jó sikerélményük lehet. Szóval azt kell, hogy az 1v1 csatákban nagyon jól el vannak találva, mivel, hogy ugye ebben a játékban mm, Gyakorlatilag, ha már eltalálod az ellenfélnek a repülőjét, már befolyásolod a repülés dinamikáját, mert leszakad neki egy szárnyarab, ezt egyszerűen fantasztikusan csinálták meg, te szakad valamennyi a szárnyból, ha már egy párszor eltalálod, már fantasztikus esélyed van arra, hogy leszed a még náladnál jobb piló, pilótát is, hogyha egy adott helyzetben véletlenül te eltalálod jobban, akkor már annyira befolyásolja a repülési mechanikáját az adott repülőnek, akire lősz, hogy teljes mértékben esélyed van rá, hogy leszed. Ugye Battlefield 4-ben sokszor ment a fogócska perceken keresztül, ha két jó pilóta egymásra találtak, akkor ott ment a fogócska percekig, hogy uh, mi az is, hogyan uh, kapja el a másikat, lelőjem, és akkor elkoncentrálodott az egész attól, hogy a két uh, pilóta esetleg segítsen a csapatának, akik a földön mentek, mert hogy ott egymással csatáraztak fél órája már a pályán. Na most, háló Istennek, és szerintem ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog, uh, hogy Battlefield 1-ben ebből a szempontból mi mindenkinek adnak egy kis esélyt a győzelemre, egyrészt azzal, hogy, hogyha megsebez az ellenfél repülőjét, akkor már nehezebben fog tudni repülni, mint hogy én is kilódok, bebagolta az X, nem tudtam megjavítani a repülőmet, és így repülök, mint a hülyeit fél órán keresztül, és alig lehetett irányítani a repülőt is. Azt kell mondjam, úgy gondolom, hogy ez egy jó dolog, ami egy kicsit macera ebből a szempontból, de nem vészesen rossz, egy macera, az, hogy le kell nyomni az X-et, a repülő beáll egy pozícióba, és meg kell találni a jó pozíciót, csak a megfelelő időt, hogy mikor nyom az X-et, hogy a repülőgépedet meg tudja javítani. Ám viszont ez a a pálya konkrétan, tehát nem nyilatkozunk az összes többi pályára, ez a pálya konkrétan ö, úgy vélem, hogy kicsi volt neki a repülési területe, tehát gyorsan kiértél a kombat ériából, és emiatt járhatsz, úgyhogy nagyon ki akarsz húzni a pályán széléről, hogy megjavítsd a, a, repülődet, ne légy nagyon a csata közepébe, és ö, járhatsz, úgyhogy kifutsz a pálya széléről, és akkor még ha leadásul úgy veszik meg a repülődet, hogy nehezen fordul, akkor végképp problémás lehet a, a dolog tör, ö, lényege, és ez, ez, ez az egyetlen probléma, amit féltem felfedezni a repülésben. A másik ö, olyan dolog, tehát azon kívül, hogy nagyszerű repülőgép csatákat lehet csinálni, és a, Fönt a levegőben maga a repülőjáték, egy önmagában lévő kis játék, és itt adódik a kérdés, hogy mit gondoltok arról, tehát az, hogy már a killek nem számítanak a, a, a pontoknak a levonásánál, a le Conquestnél. itt jön a kérdés az, hogy a repülő valójában hasznos-e egy csapat szempontjából, mert hogy azért meg kell hagyni, hogy nagyon ölnek, lehet ölni repülővel embereket a földön, tankokat lehet bombázni, viszont a játék viszonylag pörgés és elég gyorsan respawnolnak az ellenfelek eh, ahhoz, hogy egy kicsit úgy érezzük, hogy a munkánk az kb. fölöslegesé válik, amit a földön csinálunk, és nem tudom, hogy ti mit gondoltok róla, kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy lehet, hogy valahol azt akarták elérni, hogy a repülőzés, mint olyan a játékon belül, az csak egy ilyen külön kis játék legyen, és ott egymással elszórakozzanak a pilóták, mert ugye hiába emelkedsz ki killekkel most a repülővel, az nem, lesz, nem leszel első. Tehát a mostani Battlefieldben ölhetsz, amennyit jól esel, Egyáltalán nem biztos, hogy leszel első, mert ugye minél többet foglalsz, annál több pontot fogsz kapni, minél többet védekező. Úgy jött el a pontokat, hogyha foglalsz, 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 mert akkor rengeteg pontot kapsz. Védekezésé például nem fogsz kapni annyi pontot, mint egy foglalási, ami, ami nem tudom, azt hiszem, hogy szerintem egy rossz döntés ebből a szempontból. Azt kell, hogy mondjam. Mert akkor. Fel akarják pörgetni a játékot, de úgy érzem, hogy egy kicsit fölöslegesebb, mert így is rettenetesen pörög a játék, és több pontot kapnak azok, akik foglalnak, mint azok, akik védenek. Mm. És uh, azt kell mondjam, hogy ha csak kiremész betöfélben, nem hiszem, hogy nagyon sikerélményed lesz, azon kívül, hogy killeket ki szereztél, de első helyen nem biztos, hogy ki fogsz kötni. Uh, és de visszatérve a repülésre, azt kell mondjam, hogy most kivételesen ebbe a battlefield én nem mondom, mert nem vagyok repülés fan, de nagyon utálom azt, amikor egy bf 3 ban vagy BF4-ben volt egy nagyon jó pilóta, és az gyakorlatilag dominálta a pályát, mert hogy kiszedett mindenkit úton, útfélen, és nem lehetett vele mit csinálni. Itt most azt kell mondjam, a repülés egy kicsit független lett Oh, ez egy jó ez. Egy kicsit független lett a játéktól, mintha egy különálló kis öm, játék lenne a játékban, de emiatt azt mondjuk, hogy nagyon öm, hangulatossá tették. A kevésbé jó játékosoknak is esélyt adtak arra, hogy repüljenek, és, és hogy sikerélményük legyen, mert minden bizonyal lesznek itt olyanok, akik repülőbe fognak élni reggeltől estig, amikor kijön a játék, és, és azt kell mondjam, hogy a repülők ugye nem annyira fordulékonyak, <laughs> nagyon nem annyira fordulékonyak, mint a BF4-ben, egyedül talán a Scout repülő, tehát van egy ilyen kisfajta repülő, amit itt is üldöztem, ők üldöztem. Az, az, az a legfordulékonyabb, azt kell, hogy mondjam, és ő vele egyedül lehet egy kicsit visszahozni azt a régi betöfél 3-as, betöfél 4-es repülő hangulatot, de a repülők nem annyira fordulékonyabbak, meggondoltabbnak kell lenni, hogy mikor támadod meg a másik repülőt, és hogyha jó helyzetbe kerül még egy kevésbé jó pilóta is, ugye rettentő jó esély nyílik meg arra, hogy legyőzzük az általunk profinak hit pilótát, ha már csak egy-két golyóval is eltaláljuk. Nos, euh, nagyjából azt kell mondjam, hogy egy jó dolognak tartom azt is, hogy uh, akár gépfegyverekkel is lehet sebezni a repülőkre. Nem beszélve arról, hogy ha emlék, aki játszott a Battlefield Bad Company 2-vel, egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog volt az, hogy át lehetett lőni, meg lehetett sebezni a helikoptereket ott abban a, játékban, játékba, és hihetetlenül egyszerűvé tette a pilótáknak a kiszedését a mesterlövészeknél, és uh, jó tudni azt, hogy van egy ilyen lehetőség, hogyha netán majd azok a játékosok, akik jobb pilóták lesznek, és elkezdik felfedezni azt, hogy hogyan lendítség előre a csapatukat, mert úgy gondolom, hogy lehet, hogy különálló játék azért a, a repülőzés itt a Battlefield 1-ben, különálló játék a játékban, de előbb-utóbb az emberek lesznek annyira ügyesek és annyira jók, hogy képesek olyan mennyiségű uh, sebzést okozni a csapatodnak, ugye, hogy... Előrébb, <coughs> előrébb tudják lendíteni a csapatukat. Ám viszont, hogyha van egy kis szemfüles csípás, és hogyha már lehet lőni a repülőkre is, lehet lőni a pilótákra, már egy-két golyó annyira befolyásolhatja a repülőknek a pályáját, hogy, hogy ugye kétszer is meggondolják azt, hogy mikor és hogyan repülnek be. Ez viszont egy jó dolog, úgy gondolom ebből a szempontból, mert hogy engedi a játékosokat játszani a földön, és, és ugye megtartják a repülőzést, mint olyat maguknak a levegőbe, és amikor természetesen adott lehetőség van rá, akkor egyet-egyet lebombáznak, és kiszedik azokat a tankokat, vagy valami. Az egyetlen repülő, ugye, amivel nagyon kell vigyázni a, a földön lévőknek, az a bomber, mert hogyha egy bomber van, és az nagyjából uralja ott a levegőt, akkor, Elképesztő damage-et tud ö, kiosztani, és hogyha van benne egy két jó ö, gunner, azt kell, hogy mondjam, akkor, akkor még sikeresen meg is tudják védeni azt a repülőt, és ezekből fantasztikus csapatjátékok alakulhatnak ki, mivel hogy a bomber a leglassabb repülő, mondhatni, hogy a legkönnyebb kinyírni, de hogyha van neki két jó lövésze, azért a repülőbe beépítve, akkor hihetetlenül ö, meg tudják védeni, mert hogy ö, nagyon sebeznek ezek a kis gépfegyverek, amik fel vannak szerelve a repülőkre, úgyhogy úgy vélem, hogy a repülés, repülés hogy végre hogy jó úton halad, ugye az emberek békén vannak hagyva a földön, de azért, ha van kedvünk, lőhetünk is rá, viszont a levegőben egy nagyon jó kiegyenlített és balanszolt csatáról lehet szó, még akkor is, hogyha egy kezdő fut össze egy, repülősel. Egy kicsit rátérve a behemótra, itt a végén láthatjátok, nagyon jó móka, amúgy, mint ö, vezetni, mint ö, lőni vele, van neki egy hangulata, csak a kérdés az, hogy megérje, hogy négy ember beüljön, vagy hányan ülhetnek be a behemótba, és feladják azt, hogy ott foglaljanak és csapatot, csapatot segítség elő, mert ugye nem számít bele a killbe. És megéri ez a taktika mindenképpen, vagy csak egy spawn pontnak jobb használni a behámoltot. Köszönöm a figyelmet!